Minden egri sikere az, hogy július 1-én létrejön az Eszterházy Károly Egyetem. Most minden egri méltán lehet büszke, mondta Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos szerkesztőségünknek adott telefonos interjújában. Köszönet ezért a tanároknak, a főiskola korábbi, illetve mostani vezetésének, és köszönet a kormányzatnak is, hiszen az új felsőoktatási koncepció benne a két Heves-megyei felsőoktatási intézmény főiskola összeolvadásával mindenképpen kellett ahhoz, hogy ezt a nagyon fontos lépést meg tudjuk tenni. Nyitrai Zsolt sok sikert kívánt a megalakuló egyetem munkatársainak, majd hozzátette, abban bízik, hogy Eger a jövőben is pezsgő, kulturális életű, szellemi és gazdasági központja lesz a régiónak.